Szarvason a japán kulturális héthez kapcsolódóan megtartották nem kisebb helyen, mint Szarvasváros főterén azt a bizonyos nagy karate edzést. Lovász Györgyöt kérem arra, hogy mondja el, hogy mi volt ennek a különös helyszínnek az oka. Igazából szerettünk volna egy ilyen kis demonstrációt, és nem utolsó sorban pedig ennek a hétnek az apropóján megkerestük azokat, akik régen jártak edzésünkre. Közben abba hagyták, családjuk lett, más munkájuk lett, és egyéb okok miatt, és most ez egy ilyen jó alkalom volt a találkozóra, és nagyon örülök annak, hogy sokan el is jöttek. Tehát egy picit így szerettünk volna bemutatkozni, néhány technikát megmutatni az érdeklődőknek, de igazából egy ilyen találkozás jellege is volt a dolognak. És hát persze akkor a mozgósítás is. Ha jól vettem ki az ottani szavaitokból, ez egy olyan mozdulatsor, amelyet nem minden alkalommal mutattok meg, gyakoroltattok? Tehát ez valami teljesen új módszer, taktika? Hát maga a technika az annak, azok számára, akik karatéznak, azoknak ismerős, de ilyen kettcsinálás jelleggel ezek olyan technikák voltak, amit meg tudtunk mutatni. Ugye hagyományosan egy karate bemutató mindig úgy zajlik, hogy azok, akik már tapasztalattal rendelkeznek, oda mennek, megmutatják, hogy mit csinálnak, és akkor köszönnek, és elmennek. Ez most egy ilyen nyíltabb rendezvény volt, és lehetőséget adtunk azoknak, akik igazából még soha nem is próbálták ezt meg, hogy jöjjenek oda, néhány egyszerű technikát próbáljanak meg, lássák, milyen érzés ezeket végrehajtani, mennyire nehezek vagy könnyűek, és akkor ezzel egy pici ilyen kettcsináló. Ha már japán hét, akkor adódik a kérdés a karate eredetéről. Így van, itt a bemutatónk előtt, vagy a közös edzésünk előtt volt lehetőség arra, hogy egy kis prezentációval bemutassam azt, hogy hogyan is alakult ki a karate. Ez egy lényeges dolog, mert a bemutatókon általában mindenki a karatéról beszél, de az, hogy hogyan lett végül is a karate az évszázadok alatt hogyan alakult ki, erről kevesen tudnak, keveset tudnak, és ez pont így beleillett a japán hét programjába. Mennyire fontos ahhoz, hogy elsajátítsuk magát ezt a technikát, hogy tudjuk, hogy honnan ered? Igazából külön lehet ezt választani. Véleményem szerint két dolga múlik, hogy valaki elkezd ezzel foglalkozni, vagy érdeklődik-e. Egyrészt az edzők szerepe nagyon fontos, akik esetleg így kis injekciókkal segíthetik ezt a folyamatot, másrészt pedig maguk azok, akik járnak az edzésre, hogy igazából ők szeretnének mozogni, és ezt a lehetőséget választják arra, mondjuk azt, hogy ilyen rekreációs céllal is akár, vagy versenyzés céllal, és ott ezt a másfél órát letudják, vagy pedig kedvet kapnak, megtetszik ez nekik, és akkor elkezdenek utána kutakodni. Ugye manapság már könnyű a helyzet, mert az interneten ezernyi információt lehet találni ezekről a dolgokról, de mindenképpen kell egy kis késztetés, és erre pont jó az, hogyha valaki edzésre jár. Hogyan tudnátok még esetleg csábítani azokat, akik érdeklődnek, hiszen itt kint a város főterén elmondtátok, hogy hova lehet ezzel eljutni, és milyen szép eredményeket is el lehet érni. Említsünk meg néhány nevet, akik az Egyesület színeiben indulnak egy-egy versenyen, hogy az idei esztendőben milyen eredményeket értek el. Hát nehéz összefoglalni ezt a dolgot. Van egy nagyon jó kis versenyző csapatunk, akik hosszú évek gyakorlásával jutottak erre a szintre. Induljunk talán föntről lefelé, hogyha szabad ilyet mondani, hiszen azért mégis az első hely minden versenysportágban azért az első hely. Az elmúlt időszakban Melis Erik szerepelt a legjobban. Ő volt a szövetségünk világbajnokságán, ott harmadik helyet ért el, utána pedig volt egy másik stílusnak is a világbajnoksága Egerben, ott pedig aranyérmet szerzett. Ugyanezen a versenyen Laurinec Zsolt is aranyérmet szerzett a kategóriában, tehát ők ketten végül is világbajnoki címet mondhatnak magukénak.
Lovász Gergely az aténi VB-n ott 5. helyet szerzett, ez az eddigi legjobb eredménye. Azon kívül Brachna Bence a magyar válogatott tagjaként Marrakesben volt egy világbajnokságon. Hát annyit kell tudni, hogy aki ilyen válogatott versenyző, annak ilyen minősítő versenyeken eredményeket kell elérnie, ez alapján juthat ki a versenyre. Ezt nem sorolnám föl mindent. És a szövetségünknek a válogatottjai még Borzi Balázs, ő is nagyon sok versenyen jól szerepelt, Sallai Márton, Seres László, Csasztvan Ákos, Melis Vivien, gondolkozom, nehogy kimaradjon valaki. Jó, de most ők képviselik azt a versenyzőcsoportot, akik mondjuk így, hogy a csapat élén vannak, és van nagyon jó utánpótlás csapatunk is. Őket kisebb versenyeken indítjuk azért, hogy gyakoroljanak. A legkisebbeknek pedig házi versenyeket szoktunk szervezni. A következő az majd novemberi, egy bő hónap múlva a hétvégén lesz itt Szarvason. Akik kedvet kaptak most ahhoz, hogy részt vegyenek az edzésen, hol találnak meg benneteket? Hát a fő bázisunk a Petőfi Iskola tornaterme. Ott vannak az edzéseink kedden, sütörtökön, pénteken 18 órától. De igazából akik jelentkezni szeretnének és kezdők, azoknak itt a művelődési házban van hétfőn 6 órától edzésünk. Illetve a szlovák iskolában van végül is a szlovák óvodának, alsó tagozatnak jelentkezési lehetősége. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, hogy megmutatkozhattunk, beszámolhattunk az eredményeinkről. Minden jót kívánok a nézőknek!